Üdvözöllek! Az előadás sorozatunk első epizódjának a témája Hogyan ismerhetjük meg a jövőt? Álom a múltból, üzenet a jelennek. A vonaton utazva egy szórakozott tudós teljesen belemerült az olvasmányába. Amikor a jegykezelő odaért, elkérte az olvasó utastól a menetjegyet. A tudós minden zsebébe belenyúlt, de sehol sem találta. Ismét elkezdtek kell keresni, egyre izgatottabb lett. A jegykezelő megértően így szólt. Hagyja csak, uram, ha majd meg lesz elpostázva a cégnek. Nem kétlem, hogy van jegye. A tudós azonban pánikszerűen válaszolt. Ön ezt nem érti. Meg kell találnom a jegyet, hogy megtudjam, merre is tartok tulajdonképpen. A világon ma is milliók vetik fel a kérdést merre is tartunk tulajdonképpen. A jövő bizonytalannak látszik. Az emberek zavarban vannak. Azon tűnődnek, vajon hová tart világunk. Nem szükséges azonban tovább tűnődnünk. 2500 évvel ezelőtt egy ókori király álma felvázolta elénk világunk történelmét. A kutatók szerint minden ember álmadik, méghozzá többször is egy éjjel. A legtöbb álomra azonban nem is emlékszünk. A Bibliában Dániel könyvének második fejezetében találhatjuk az álom leírását. Azonban a hatalmas Nabukononozor király, aki az álmot megálmodta, nem tudott vagy nem akart visszaemlékezni az álmára. Tudta, hogy nem egy hétköznapi álomról van szó. Érezte, hogy a titokzatos álomnak felettébb nagy jelentősége van úgy is volt. Isten egy olyan álmot bocsátott rá, amely felvázolta a világ történelmét, és különösen Európáét és a középkeletét, Nabukononozor király napjaitól egészen az idők végéig. Hála Istennek, hogy megosztotta velünk, amit a jövő tartogat világunk számára. Babilon, az első világbirodalom, volt az akkor ismert világ nagyhatalmai között a legnagyobb, a leggazdagabb és a legbefolyásosabb. Babilon királya volt a leghatalmasabb uralkodó. Puszta erejével, hatalmával érte el, hogy ellenségei egytől egyig mind behódoltak előtte, még nem országa lett a nemzetek királynője. Uralkodásának második esztendejében Nabukononozor birodalmának sorsa felett tűnődve tért nyugovóra. Mit minden uralkodó, ő is szerette volna tudni a jövőt. Azon az éjjelen Isten letekintett a mennyből, és úgy döntött, hogy a egy jóindulatú egyeduralkodónak betekintést ad a jövőbe. Másnap a király korán és nyugtalanul ébredt zaklatott álmából. Csak arra emlékezett, hogy álmodott valamit, aminek megérzése szerint nagy jelentősége van, de szemmel láthatóan nem tudta visszaidézni álmát. A babilóniaiak nagyon fontosnak találták az álmokat, ezért a király meg akarta tudni, mit is álmodott, és hogy mi az álom értelmezése. Természetesen az ő udvarában is voltak csillagjósok, mágusok és varázslók. Ők biztosan megfejtik, hogy mit jelent ez az egész. A korai óra ellenére a király minnyájukat maga elé hívatta. Amikor minnyáján ott álltak előtte, a király így szólt. Álmot láttam, és nyugtalan a lelkem megtudni az álmot. Dániel könyvének második fejezet, harmadik verse. Az egybegyűltek más jósokhoz hasonlóan azt színlelték, hogy ismerik és ki tudják jelenteni a jövőt. Most elhallgattak, hogy időt nyerjenek. Végül így szóltak. Király, örökké éj! Mond meg az álmot a te szolgáidnak, és megjelentjük az értelmét. Maga biztosságuk azonban hamar szerte foszlott, mert a büszke uralkodó megelégelte a halogatásukat, és ezt mondta. Felele a király, és mondta a káldeusoknak az én szavam áll. Ha tehát meg nem mondjátok nékem az álmat és annak értelmét, darabokra tépettek, és a ti házaitok szemét dombokká tétetnek. Ha pedig az álmat és annak értelmét megjelentitek, ajándékokat, jutalmat és nagy tisztességet vesztek tőlem. Ezért az álmat és annak értelmét jelentsétek meg nékem. A mágusok ismét csak arra kérték a királyt, hogy legalább az álmot közölje velük, ám a király ekkor már tudta, hogy csalókkal van dolga. Ismét megfenyegette őket, mire ők bevallották. Felelének a kádeusok a királynak és mondták: Nincs ember a földön, aki a király dolgát megjelenthesse, mivel hogy bármilyen nagy és hatalmas is, Egyetlen uralkodó sem kívánt, egyetlen írástudótól, varázslótól és Káldeustól sem ilyen dolgot. És nincs más, aki azt megjelenthesse a király előtt, hanem ha az Istenek, akik nem lakoznak együtt az emberekkel. A Biblia szerint a király nagy haragra gerjedt, és megparancsolta a katonáinak, hogy végezzék ki a bölcséket. Sajnos Dániel és a három Héber társa is a bölcsek közé tartozott, noha egyikük sem volt jelen, amikor a király álmának megfejtését követelte. Amikor a katonák eljöttek érte, hogy a kivégzésre vigyék, Dániel megdöbbent. Időt kért, hogy tanácskozhasson Istennel, aki nem lakozik az emberek között, és bölcsességet kérhessen tőle az álom megfejtéséhez. A király, aki sokra értékelte ezt az őszinte fiatalembert, időt adott neki, hogy beszéljen Istenével, a Teremtő Istennel. Micsoda súlyos felelősség nehezetett Dániel vállaira. Nem csak a saját és három barátjának élete forgott kockán, hanem az összes babiloni bölcseké is. Dániel visszatért a házába, és elmondta a többieknek a helyzetet. Együtt irgalmat kértek Istentől, hogy fejtse meg előttük az titkát, hogy ne kelljen a babiloni bölcsekkel együtt elveszniük. Ez micsoda ima összejövetel lehetett. Négy héber fiatalember imádkozik Istenhez, hogy tárja fel egy pogány király rejtélyes álmát a végzetes határidő előtt. A Biblia szerint Dániel Istene még aznap éjjel látomásban feltárta előtte a titkot. A menny Istene meghallgatta imáikat. Így hát Dániel áldotta az Istend, és így szólt. 23. versét olvasom. Néked adok hálát, atyáimnak Istene, és dicsérlek én téged, hogy bölcsességet és erőt adtál nékem, és mostan megjelentetted nékem, amit kértünk tőled, mert a király dolgát megjelentetted nékünk. Milyen örömteli izgalom lehetett Dániel és Héber barátai szívében? Dániel Ariókhoz sietett a királyi testőrség fejéhez, és a következőket mondta. Beméne azért Dániel Ariókhoz, akit rendelt vala a király, hogy elveszítse a babiloni bölcseket. Elméne azért, és mondanék ki, a babiloni bölcseket ne veszítesd el, vígy engem a király elé, és a megfejtést tudtára adom a királynak. Amikor Dániel a király elé járult, Nabukononozor megkérdezte tőle, hogy valóban képes-e megfejteni álmát és annak értelmét. Figyeljük meg, hogy mit válaszolt a királynak Dániel. A titkot, amelyről a király tudakozódék, a bölcsek, varázslók, irástudók, jövendőmondók meg nem jelenthetik a királynak. De van Isten az égben, aki a titkokat megjelenti. És ő tudtára adta Nabukononozor királynak, mi lészen az utolsó napokban. Figyeljük meg, hogy Dániel nem magának tulajdonította az álom megfejtésének érdemét. Dániel tudta, hogy csak Isten fedheti fel a jövőt. Dániel kétség kívül tanulmányozta Ézsaiás proféta könyvének 46. fejezet 9 és 10 verseit, amelyek így szólnak. Én vagyok Isten, és nincs ten több. Isten vagyok, és nincs hozzám hasonlatos. Ki megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, amik még meg nem történtek. Ez a bölcsesség Istentől származott, aki megragadta az alkalmat, hogy a világ történelmének több mint 2600 évét felvázolja Nabukononozornak és nekünk. Dániel mindenek előtt feltárja az álom hátterét. 29. verstől olvasom. Néked, ó király, gondolatait támadtak a te ágyadban, afelől, hogy mik lesznek ezután és aki megjelenti a titkokat, megjelentette néked azt, ami lesz az utolsó napokban. Majd Dániel elmondja az álmot. Te láttad, ó király, és ímé egy nagy kép, ez a kép, amely hatalmas vala, és kiváló az ő fényessége, előtted állt vala, és az ábrázata rettenetes volt. Szinte halljuk, ahogy a király izgatottan közbevág, és azt mondja, igen, igen, ez az. Egy hatalmas állókép, egy szobor, amely fölébe emelkedik mindennek. Dániel olyan tisztán írja le az álmot, hogy a királyban semmi kétség nincs, hogy azonos azzal, amelyet ő maga is látott. Annak az állóképnek feje tiszta aranyból, melle és karjai ezüstből, hasa és oldalai részből, lábszárai vasból, lábai pedig részint vasból, részint cseréből valának. Nabukononozor ámulva hallgatja, ahogy Dániel leírja a szobor összetevő elemeit, pont úgy, ahogy ő is látta az álmában. A fej ragyogó aranyból volt. A mellei és a karjai a kevésbé csillogó ezüstből a hasa és az oldalai részből, vagyis bronzból. A lábszárai vasból, a lábfeje pedig a vas és a cserép keverékéből állt. Nézted vala, amíg egy kő leszakad a kézérintése nélkül, és letöré azt az állóképet, vas és cselép lábairól, és darabokra az azokat. Akkor egyé zúzódék a vas, cserép, réz, ezüst és arany, és lőnek, mint a nyári szérűn a polyva, és felkapá azokat a szél, és helyüket sem találák azoknak. Ezek után a király döbbenve nézhette, amint egy semmiből jövő kő nagy sebességgel eltalálja a szobor vascserép lábát, és összetöri azt. A szobor alapjaiban meginog, majd összeomlik, és porrázúzódik, a szél pedig nyomtalanul elhordja minden maradványát. Az a kő pedig, amely leüté az állóképet nagy hegyélőn, és betölté az egész földet. Valóban, Dániel, mondhatta a király, egy kő, amely kézérintése nélkül alászállt, és szézúzta a szobrot. Nagy hegyén nőtt, majd betöltötte az egész földet. Minden úgy történt, ahogy a király megálmodta. Képzeljük csak el, nabukononozór király mennyire ámulhatott azon, hogy ez a nemes fiatalember pontról pontra elmondja neki az álmát, úgy, ahogy azt megálmodta. És valamiben biztos lehetett a király. Ember el nem mondhatta Dánielnek, hogy ő mit álmodott. Nincs ember, aki elmondhatná, hogy a másik ember mit álmodott az álom megfejtése csak is isteni forrásból eredhetett. Ezek után eltűnődhetett azon, hogy hogyan kapcsolódik ez az álom a saját személyéhez. Bennünk is felmerülhet ez a kérdés. Nabukononozor király álma azonban előrevetíti a földi történelem kulcsfontosságú nemzeteinek emelkedését és a bukását. Az álomban képviselt birodalmaknak így vagy úgy nagy hatása volt a világ minden népére, és különösen a modern időkben. Isten mindössze néhány szóban felvázolta az emberiség történelmét a babiloni birodalomtól 600 évvel Krisztus előtt egészen a földi történelem csúspontjáig. Végül Dániel rátér az álom lényegére. Dániel egyenesen a király szemébe néz és azt mondja, te vagy az aranyfej. 38. vers. Babilon volt a fő. Egy nemzet tiszta aranyból. E szavakra a király arcán bizonyal elégedett mosoly jelenhetett meg. Babilon katonai hódításai és nagyszerű építkezési teljesítményei felülmúlhatatlanok voltak. A történészek is megegyeznek abban, hogy az arany jelképezi legjobban Babilon birodalmát. Az aranyat túláradóan használták a babiloni épületek díszítésére. Figyeljük meg, hogy egy történész hogyan írja le ezt a nagy ősi várost. A kelet kertjébe ágyazva, tökéletes négyzetalakban, vizes árkokkal vagy csatornákkal övezve állt a -e város, amely bronzkapuival, elkéiről elkére emelkedő függőkertjeivel, két uralkodói palotájával, úgy emelkedett ki a pusztaságból, mint egy páratlan, méltóságú királynő, akinek lába előtt hever az egész föld. Ez a város volt az Aranyfővel jelképezett birodalom fővárosa. A város csodás függőkeltjei az antik világ hét csodái közé tartoztak. Ha Dániel ravasz politikus lett volna, aki a saját nevének akar dicsőséget szerezni Babilonban, akkor ennél a pontnál abba adja az álom értelmezését. De Dániel Isten világnak szóló üzenetét közvetítette, amely nem csak a saját korának szólt, hanem külön jelentőséggel bír földi történelmünk végén. Ezért Dániel alázatosan, de határozottan kijelentette a királynak. És utánad más birodalom támad, alább való, mint te. Dániel szavaira a király elégedett mosolya valószínűleg lelohadt. Babilónia büszke uralkodójának bizonyára meg sem fordult a fejében, hogy egy másik nemzet is uralkodhat a világ fele. Ami azt illeti, a régészek találtak egy kőtáblát, amelyen Nabukonozor következő szavai voltak bevésve. Megerősítettem Északila és Babilon erődítményeit, és uralkodásom nevét örökre megalapoztam. A Biblia szerint szól a király, és mondá. Nem ez -e a ma nagy Babilon, amelyet én építettem királyságom házának, az én hatalmasságom ereje által és dicsőségem tisztességére? Isten azonban kijelentette, hogy egy másik hatalom lép Babilon aranybirodalmának helyébe. Dániel pedig megérte ennek a beteljesedését. Nabukononozor arrogáns és büszke unokájának, Belsazárnak idejében, a méd Kürosz ostrom alá vette Babilont. Krisztus előtt 539. október 13-án a babiloni aranybirodalom distenem véget ért. Isten azt is megjövendölte hogy ki által és hogyan fog elesni a város. Majdnem 200 évvel Babilon bevétele előtt Isten Ézsaiás proféta által kijelentette. 45. fejezet első versét olvasom. Így szólt az úr felkentjéhez, Círushoz, kinek jobb kezét megfogtam, hogy meghódoltassak előtte népeket, és a királyok derekának övét megoldjam és a kapuk be ne Isten kijelentette, hogy kiáltal esik el Babilon. 150 évvel születés előtt néven nevezte a méd Círuszt. Círus nem tudta ledönteni a város falait, mivel azok túl vastagnak és magasnak bizonyultak. Ezért más talált ki. Eltéríti a városon keresztül áramló folyót, hogy a katonái a folyó medrénát át behatolhassanak városnak a közepébe. Valaki pedig gondatlanságból vagy árulásból nyitva és őrizetlenül hagyta a belső kapukat. Círus katonái valóban behatoltak a városba, és megölték a királyt és a nemeseit, akik kép a Nabukononozor által zsákmányolt arany edényekből tivornyáztak. Ezeket az aranyedényeket évekkel ezelőtt Salamon templomából zsákmányolták. Ahogy Dániel mondta, Babilon aranybirodalma után egy másik birodalom támad, alább Babilonnál. Ezt az ezüst mell és karok jelképezték a szobor álomban. Noha a médek és a perzsák szövetséges birodalma valóban alávalónak bizonyult a dicsőséges babiloni birodalomhoz képest, mégis mint mintegy két évszázadig uralta közép-keletet. Dániel azonban megjövendőlte, hogy ennek a birodalomnak is meg lesznek a határai. És egy másik, egy harmadik birodalom részből való, amely az egész földön uralkodik. Beteljesedett ez? De még mennyire? A fémszobor bronzhasával és oldalaival jelképezett történelmi korszak akkor vált valóra, amikor a brilliáns fiatal hadvezér Nagy Sándor Krisztus előtt 331-ben az Arbelai csatában legyőzte a Perzsa harmadik Dareios hadseregét. A harmadik birodalom Görögország volt. Nagy Sándor 25 évesen lett az akkor ismert világ legkiterjedtebb birodalmának uralkodója. Arianos, a görög történész, így írt a Sándorról. Meggyőződésem, hogy nem volt olyan nemzet, város vagy nép, amelyet ne ért volna el nevének híre, mintha csak valamilyen isteni kéz nyugodott volna születése és cselekedetei felett. Az előbbieknek megfelelően a görög gyalogság által leginkább viselt fémnem a rész volt, mint ahogy az Nabukononozor álmában is megjelenik. Nagy Sándor 33 éves sem volt, amikor magas lázban meghalt. Halála után birodalma meggyengült és több részre szakadt, míg végül Nagy Sándor birodalma Krisztus előtt, 168. június 22-én, 144 évvel a halála után dölt meg. Elérkeztünk az antik nagyhatalmak legszörnyűségesebb birodalmáig. Emlékezzünk Isten jövendőlésére, amely szerint négy világbirodalom követi egymás sorban. A vas lábszárak jól jelképezik a negyedik világbirodalom kegyetlenül pusztító hatalmát. Így írta le ezt a birodalmat Dániel a királynak. A negyedik birodalom pedig erős lesz, mint a vas. E birodalom császárai isteneknek kiáltották ki magukat, és minden embertől imádatot és engedelmességet vártak el. A római uralkodás alatt két nagy fontosságú esemény zajlott le a néptörténetében. Az első, Jézus megszületett Betlehemben. Római helytartó volt, aki elrendelte a két évnél fiatalabb fiúgyermekek kivégzését Betlehemben. Abban reménykedett, hogy sikerül megölnie Jézust. Valamint a második, Jézust Júdeában római fennhatóság alatt keresztre feszítik. Római helytartó volt az, aki jóvá hagyta Jézus elítélését. Jézust római katonák szegezték a kereszthez, és sírjára római pecsétet helyeztek, hogy senki fel ne bontsa. A profécia menete innentől kezdve megváltozik. Rómát már egyetlen világbirodalom sem követi a sorban. Dániel a következőket írta. Azt is láttad, hogy a lábak és az ujjak részint cseréből, részint vasból vannak. Az a királyság ugyanis szétszakad. Azok ugyanis házasság révén keverednek, de nem egyesülnek egymással, ahogyan a vas sem egyesül a cseréppel. Más szavakkal a profécia szerint nem kerül sor egy ötödik Virágbirodalom megalakulására, hanem a római vasbirodalom szakad majd szét kisebb hatalmakra. Róma számos királyságra oszlik. A 600 évig uralkodó, óriási római birodalom vas összetevői szétestek. A fényűzés, a politikai korrupció és az elkölcsi hanyatlás miatt Róma sziládsága és ereje megfogyatkozott. Ezáltal a birodalom könnyű prédája lett a Krisztus után 351 és 476 között támadó barbár Romulus Augustus császárt megfosztották trónjától. Róma pedig az álomszobor vas és cserép lábaival jelképezett darabjaira hullott szét. Hogy pedig vasat elegyülve láttál agyagcsereppel? azok emberi magáltal vegyülnek össze, de egymással nem egyesülnek, mint hogy a vas nem egyesül a cseréppel. A római birodalmat a barbár inváziók darabokra tépték. Ezek a darabok, amelyeket a szobor vas és agyagcserép lábai jelképeztek, képezték a mostani Európa nemzeteinek alapjait. A legtöbb történész az alábbi tíz barbár törzse sorolja föl. Alemannok a németek, burgundok a svájciak, frankok a franciák, lombárdok az olaszok, szászok az angolok, szvévek portugálok, vizigótok spanyolok, herulok, osztrogótok, vandálok, mostanra kihalt nemzetek vagy elvegyültek a körülöttük élő népekkel. Isten kijelentése arról, hogy a népek soha nem fognak világbirodalommal egyesülni, határozza meg e népek tetteit. Európa továbbra is megosztott marad. Nem fognak egyesülni egymással. A közös európai piac, valamint a közös pénznem ellenére még mindig megosztottak. Azt olvastuk, hogy emberi magától vegyülnek össze, vagyis a méltóságok házasságra lépnek majd. Dániel egyik palotájában megtalálható az európai királyi családok családfája. Mindnyáján rokonságban álltak. Azt remélték, hogy ezáltal megakadályozzák a háborúkat. Nos, a terv nem vált be. Egyszerűen nem jöttek ki egymással. Sok európai háború tulajdonképpen családi perpatvar volt. Isten előre látta, hogy nem tudnak majd egyesülni egymással. Sokszor megpróbálták visszaállítani a római birodalmat, ám igyekezetük sosem volt maradandó, mint ahogy a vas sem egyesül maradandóan az agyak cseréppel. Gondoljuk csak végig, hogy hányan kísérelték már meg, hogy Európa nemzeteit összeragasszák. Mi lett azokkal a világuralkodásra törő vezetőkkel, akik egyesíteni akarták a megosztott Európát? Vegyük például Nagy Károlyt. Legyőzetett. Ötödik Károlyt. Ő is legyőzetett. Tizennegyedik Lajost. Ő is legyőzetett. Napóleon. Legyőzetett. Vilmos császár. Ő is legyőzetett. Hitler. Legyőzetett. Napóleon, Franciaország Elba szigetére száműzött nagy harcosa, kénytelen volt beismerni, hogy vereséget szenvedett Istennel szemben. Istennel szemben mindnyájan vereséget szenvedtek. Isten kijelentette, hogy egymással nem egyesülnek. Helyén való sírfelirat lenne ez minden világuralomra törő vezérnek. Ennek ellenére ma is sokan igyekeznek egyesíteni az európai nemzeteket, pedig azok egymással nem egyesülnek, mint ahogy azt Isten is megmondta. Lehet, hogy társulnak, de maradandóan egyesülni nem fognak. Nabukononozort bizonyal meglepte a proféciának e fordulata. Isten megjövendölte négy világbirodalom sorsát. Megjövendölte, hogy a római birodalmat számos kisebb hatalom fogja soron követni, amelyekből hét ma is jelen van Nyugat-Európában, az egyik erősebb, a másik gyengébb, de minnyájúban közös, hogy nem egyesültek. Mi történik majd ezután? Nyilvánvaló örömmel és magabiztossággal Dániel rátért az álomszobor értelmezésének csúcspontjára. A következőket olvassuk. Ezeknek a királyoknak az idejében támaszt a mennyistene egy királyságot, amely nem semmisül meg soha, és a királyi uralom más népre nem száll át. Összetöri mindezeket a királyságokat, és véget vet nekik, maga pedig fennáll mindörökké. Ezért láttad, hogy a hegyről egy kő zuhant le, anélkül, hogy valaki is hozzányúlt volna. És összetörte a vasat, a rezet, a cserepet, az ezüstöt és az aranyat. A nagyisten tudtára adta a királynak, hogy mi történik majd ezután. Igazat mond ez az álom, és bizonyos a magyarázata. Krisztus második eljövetele és királyságának megalapozása lesz a következő nagy esemény az emberiség történelmének színpadán, amelyet a kéz érintése nélkül leszakadó kő jelképez. Jézus királyságát nem emberi kezek alapozzák meg, hanem Isten hatalmas keze. Olyan királyság lesz az, amely betölti az egész földet. Jézus második eljövetele. A világ nemzeteinek véget vet. Isten megalapozza a saját királyságát. Ez a királyság mindörökké fennáll. Jézus lesz a felkent királyok királya, visszatér a földre, hogy uralkodjon. Amikor Dániel befejezte a király álmának feltárását és annak értelmezését, Nabukonon az felkent trónjáról, és alázatosan leborult Dániel előtt, Dániel istenének tiszteletére, akinek a bölcsességét és a hatalmát a szolgája ilyen hatásosan képviselte. A király így szólt Dánielhez. Bizonyja alati istenetek, ő az isteneknek istene, és a királyoknak ura és titkok megjelentője. Legyen a te Istened az én Istenem, az Isten, aki a kezében tartja a jövőt. Hat évszázaddal Krisztus születése előtt Isten feltárta az eljövendő századok titkait a Nabukononozor álombeli szobra által. Bizony, barátom, igazat mond ez az álom, és bizonyos a magyarázata. Az utazás az lassan a végére ér. A következő nagy esemény az lesz, amikor Krisztus eljön a felhőkben, mikor megalapítja az ő örökkévaló királyságát. Az aranyjal, ezüsttel, rézzel, vassal jelképezett birodalmak már mind a múlté. Az elkövetkező dicső esemény, ami urunk közeli eljövetele a véráztatta golgota által egy csodálatos jövőt biztosított számunkra. Már csak egy kevés idő, és ezek az események valóra válnak. Ebben a pillanatban is készíti Isten a királyságát, és azokat, akik a királyságának részesei lesznek. Bizonyosan részesei lehetünk, ha hitáltal követjük a tolvaj példáját, aki Krisztus mellett ég és föld között függött. Krisztushoz már nem kerülhetett közelebb, de tudta, hogy bűnös, és hogy megváltásra van szüksége a bűnei miatt. Tekintetét a világ megváltójára emelte, akinek tövis koronázta homlokáról, vérfolyt az arcára. A tolvaj szíve megrendült. Megvallotta bűneit, és így kiáltott. Uram, emlékezzél meg én rólam, mikor eljössz a te országodban. Jézus pedig biztosította arról, hogy vele lesz abban az országban. A tolvaj imája lehet a te imád is, és te is megkaphatod a biztosítékát annak, hogy Krisztussal ott lehetsz az ő országában, amelyet hamarosan megalapít itt e földön. Eljövetelekor elhangzik majd Krisztus ajkáról a meghívás. Máté 25. fejezet 34. versét idézem. Jertek, én atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számatokra készítetett. A világ sorsa nem emberi kezekben van, hanem Istenében ezért nagyobb bizalommal nézhetünk szembe a jövővel. Krisztus hamarosan eljön. A kő, amely kéz érintése nélkül alászál, összezúzza majd a szobrot. A földi királyságok véget érnek. Isten pedig megnyitja örökkévaló való birodalmát. Ebben az Istenben bizalmad lehet. Ebben az Istenben megbízhatsz. Az ő kezében mennyugodhatsz. Ő ma megszólít. A meghívását ma tolmácsolja feléd. A szívedre akar hatni most. Legyen ez a válaszod. Igen, Uram, teljesen megbízom benned. Átadom neked az életem, ahogy most imában hozzád fordulunk. Drága Istenünk! köszönjük neked azt, hogy te, egy, te, megmutattad a jövőt számunkra, amit már több ezer évvel ezelőtt a Bibliában olvashatunk, Dániel könyvében. Köszönjük azt, hogy te hívsz bennünket arra, arra a közeli eljöveteledre, ami nem tudjuk, hogy mikor lesz. De arra kérünk téged, hogy segíts abban, hogy mi megbízhassunk benned. Adj, add a te nyugalmadat és a te bizalmadat, hogy tudjunk benned bízni és át tudjuk adni a mi életünket, hiszen közel van a te eljöveteled. Köszönöm, Uram, hogy meghallgatod imánkat. Amen. Száj atyám hozzá szál most is, hőim.